Az MB3 északkeleti csoportjának 7. fordulójában a Salgótarján fogadta az Egerese. Az első komolyabb lehetőség a vendégek előtt akadt, de Hegedűs menteni tudott a gólvonalon. Majd a házigazdák távoli lövésekkel próbálkoztak, de ezek zömmel elkerülték a tarjániak kapuját. A legveszélyesebb egy szöglet utáni vendégjátékosa megpattanó labda volt. A második félidőben kevés lövés akadt, de a hajrában ideális helyről szabad rugáshoz jutott az Eger. Jónyer lövése pedig gólt eredményezett, ezzel pedig megszerezte a 3 pontot az egri csapat, amely előtte Karcagon is győzni tudott. Most jó a hangulatunk, kellett ez a 2 győzelem, megjött a csapatnak egy kicsit az önbizalma, meg is nyugodhatunk, készülünk a 3-ra. Pályát is készítették már pénteken délelőtt a szombati mérkőzésre, hiszen 15 órakor a Magyar Kupában az NB1-es Debrecen fogadja az egri csapat. Az egri vezetőedző szerint az esélytelenek nyugalmával, de nem feltett kézzel fognak ellenük pályára lépni. Fiatal csapatunk van, itt mindenki most megmutathatja magát, hogy milyen potenciál van benne. Természetesen itt elsősorban mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a védekezés része egy ilyen csapat ellen is hogy működik, de vannak olyan játékosaink, akiknek céljuk, hogy ilyen csapatban is szerepeljenek. Most fel van dobva nekik a lehetőség, mutassák meg magukat. Lázók János bízik abban, hogy sokan kilátogatnak majd a találkozóra, hiszen ritkán jön élvonalbeli együttes Egerbe, Debrecen pedig közel is van.